Nyomjad a bőröndöt gyorsan. Igen. Jaj, húzzuk be. Megérkeztünk a szállodában közben. Igen. Narus itt már. Szétpakolt. Szevasz. Most indulunk a meccsre, előtte még sétálunk, mert a Narusnak most kell aludnia. Sziasztok! Képzeljétek el, hogy most nem egy napi vloggal jelentkezünk, hanem egy egész hétvégi vloggal, ugyanis a Sofiéknak Miskolcon van magyar kupájuk, és úgy döntöttünk, hogy hát mi vagyunk a legnagyobb szurkolói, úgyhogy mi Narussal nekünk ott a helyünk. Most éppen pakolok, a Sofi majd külön utakon csinál videókat, úgyhogy látni fogjátok, hogy mi történik vele, és mi történik velünk. Egy picit izgulok azért, mert a Narus már jobban szeret autózni, de hát Miskolc nincs itt a szomszédban, most egyelőre próbálok arra figyelni, hogy semmit ne hagyjak itthon, amire szükségünk van, de hamarosan akkor látni fogjátok végig az egész hétvégénket is. Mindenki szurkoljon a Sofinak. Na, a legfontosabb, hát az egyik legfontosabb a Narus esetében, hogy kaja legyen nálunk, és az ebédje az elkészült már is, meg kalapra is a spenót, édesburgonya sütőtök csirke van benne, és a többi pedig gyümölcs, meg estére tápszer, és a vizek azok is itt vannak nálunk. Most kiszaladok gyorsan, bemelegítem az autót, és lassan indulunk. Mindig bemelegítem az autót, mielőtt jövünk, de most már 5 perce jöttem ki, és mindig tiszta jég az ablaka. Úgyhogy inkább lefújom akkor. Gyorsan, meg kiosztom a cuccok egy részét, ezen az oldalon már leolvadt. Így indul a járgány hamarosan. Velünk! Hoho! Megyünk, Miskolc! Naruska ebédjét külön csomagoltam, mert nagyjából 2,5 óra az út, úgyhogy ahogy odaérünk, rögtön gyorsan tudja enni. Na és most megyek és hozom a mancsot. Masszat, nyomjad! Nyomjad! Nyomjad a bőröndöt gyorsan! Igen. Jaj, húzzuk be! Húzzuk be gyorsan, gyorsan! Gyorsan, gyorsan! Úgy! Kész! Kész, passz, ügyes voltál! Most már csak te hiányzol az autóból. Te hiányzol az autóból, Manu. Gyorsan. 11-es indulást terveztünk, 11-12 van, úgyhogy annyira nem állunk rosszul, de most már menni kell, mert a Narusnak ez az alvás ideje, és akkor remélem, hogy durmolni fogsz végig, ugye? Jó fejleszel a nyelvon? Nem lesz balhé. Ezt levesszük, ez még a repülős útra mered. Na nyomás! Gyere, nyomás! Nyomás! Hello! Megérkeztünk a szállodában közben. Igen, Narus itt már. Szétpakolt. Szevasz! Szevasz! Szia! Te nagyon cuki vagy. Mutassuk meg, hogy milyen... Most nem is a szobánkban vagyunk. Igen. De miénk is ugyanilyen. Bizony, a miénk is ugyanilyen, majd megmutatjuk, amikor átmegyünk. Most 4 óra van, vagy 4:30? Mennyi idő van? 4:30 van, úgyhogy a Narust elvisszük. Ups, most elrontottad a minőséget kicsim. Szia! Igen, gyorsan, hogy visszatekerte. 4:30 van, úgyhogy most a Narust elvisszük sétálni. Halló! Na gyere, menjünk, aludj egyet a babakocsiban, pupi, jó? Gyere, életem! Most indulunk a meccsre, előtte még sétálunk, mert a Narusnak most kell aludnia. A barátnom kivitte már, mert felöltöztettem a Norákba, mert a miskolci csarnok egy elég hideg csarnok, úgyhogy ők már kint vannak a friss levegőn, én még beraktam az uzsonnáját, az innivalóját, pelenkát, játékokat, mindent, amit a meccsekre szoktunk vinni. Úgyhogy most én is indulok utánuk, és akkor 7-kor kezdődik a mérkőzés, nagyon-nagyon izgulunk. De hogy egész meccs alatt nem aludtál semennyit sem. Semmit? Nem. Megbeszéltük, hogy a gyerekek veletek valószínűleg. Pá, pá, pá!
Lera, kérem a cumit. Kérem a cumit. Kérem szépen. Okos vagy! Ügyes. Nagyon ügyes vagy. Hol a lámpa? Ott a lámpa, utána is. Miket szereztél, azt kérem szépen? Kérem szépen, köszönöm, miért megeszed. Most jöttünk vissza a szállodában, Arus nagyon-nagyon ügyes volt, nem aludt a meccsen, úgyhogy most bízom benne, hogy nagyon gyorsan elalszik. Anya már csinálja a tápszeredett kincs. Igen. Még telefonálsz egyet? Halló? Halló? Igen, na gyere gyorsan, Manocska, alszunk, jó életem? Jó reggelt, kis manófej! Jó reggelt, életem! Szia! Nagyon ügyes volt, képzeljétek el, hogy itt is aludt egész éjszaka. Igen, egy picit korábban kelt, 3-4-8-kor, mint szokott. De ez mondjuk érthető, hogy így felborult az alvásod, Manó. Szia, Manocskám! Szia! Reggelizünk, először te, aztán anya? Igen, az jó lesz? Az jó lesz? Igen, még el vannak húzva a függönyök. Itt aludt mellettem ez a kis manó, ott a helyen meg ott tettünk egy cumit még. Igen, mondjad. Igen, ott a zenélő zsiráfunk is. Készül a reggeli gyorsan a manócskának. Nem megyek el! Nem megyek el, ne aggódj el, életem. Tudod, jó, hogy sose hagylak itt. Na nézzük, talán nincs akkora köd, mint tegnap. Ott parkolunk. Itt volt egy ilyen frankó kis teraszunk, amit nyilván nem használtunk ki, -2 fokban. Kukucs! Kukucs! Kukucs, Manó, készül a reggelid. Na, itt már egy kis bölcsi van. Megérkezett Zalán is. Sziasztok! Halló! Igen. Itt vannak a legminibb szurkolók. Aztán most pakolunk és irány reggelizni. Mit csinál a dino, Nara? Mit csinál a dino? Eljöttünk még meccsölött sétálni. Meg kávézunk, és nekem van egy saját kis narustologatom, Zalán. De Narus nagyon élvezi, úgy látom, mert szuszolkál közben. Rákészül a meccsre. Zalán, jobbra. Ügyes vagy. Jobbra, másik jobbra. Másik. Így nézd. Valós. Úgy. Szupi. Na, Narus nagyon ügyes volt, megett. Megette az ebédjét, amíg várjuk a shopping. Ugye, pocak? Szia! Ott van még egy kis csirka a nyelveden, életem. Nyeld le! Nyeld le! Tánc, megjött végre a pa! Szia! Szevasz! Szia, apa! Szia! Megyünk apával haza, apa! Itt van velünk végre a pupi. Apa bronzérmes lett, ugye? Puszi! Juhú, megyünk haza gyorsan! Éppen itt ülök az autóban, most ebédeltünk már a sofival felvértezve, én kijöttem bemelegíteni az autót, hogy a hosszú úton a Narusnak ne kelljen kabátban ülnie. Hát nagyon hosszú kis hétvége volt, de el kell mondjam, hogy a Nara iszonyat cuki módon viselkedett, végig aludta ideig az utat, egész éjszaka aludt itt is, a meccseket végignézte, végig szurkolta apának. A sofiék harmadikak lettek, sajnos a tegnapi mérkőzésen kikaptak, úgyhogy ma csak a bronz mérkőzésen játszhattak, de legalább ott nyertek, a sofi szerzett 4 pontot, ami nagyon sok egy hoki meccsen. Úgyhogy most ők bent vannak, várják, hogy hívjam őket, hogy már meleg az autó, és indulhatunk, és akkor nyomás haza, és tökéletes pont a Narus alvás idejében megyünk, úgyhogy szerintem most is aludni fog hazáig, aztán egy óra gyerték és pancsolás, de még azt is megmutatjuk nektek.
Kapaszkodj, mert megharap! Belerapok a seggébe, kinek? Jaj! Hol vagy? Kukucs! Kukucs! Te elbújtál? Szia! Te vagy a családunk legenergikusabb tagja. Ugye? Popi, mi a véleményed erről a hétvége után? Igen, túltak benne az energia. Én is ilyen voltam gyerekkoromban, úgyhogy úgy látszik, hogy volt, aki törökölni ezt a hiperaktivitást. Még szerencsé, hogy akkor mi is egyre aktívabbak leszünk, hogy majd mehetünk utána folyamatosan. Mit épített apa? Mit épített apa? Ez eldölt. Hol vannak a kockák? Rakd bele a dobozba, Narus, gyere! Rakd bele a dobozba, ide bele! Ügyes, ügyes vagy! Gratulálok a Ferencvárosnak, hiszen a Magyar Kupa győztesek lettek 20 év ez tetszik neked? Döntőben. És összességében ugye tőlük kikaptunk 1-0-ra, Vénétikát viszont megvertük, szóval igazából szerintem egy jó kis hoki ünnep volt, és minden 4 csapat szinte egyenlagú ellenfél, szóval jó, jó kis Magyar Kupa volt. Te jól érezted magad, Nara? Mi ott bulisztunk, nem? Apának szurkoltunk sokat. Igen. Én is így érzem magam kicsim. Remélem fáradsz már. Nem megyünk a kolasson föl lefektetni. Hol a kulcs? Ott van. Ügyes vagy. Itt a ügyes vagy. Ezt is rak bele a kulcsot. Csak a kulcsot, vagy. Rak bele ide a kulcsot. Rak bele a kulcsot, gyere. Ügyes. Okos vagy. Okos ez a kis Narus. Na, én engedem a vizet, jó? Jó.